A szeretet a legrövidebb út a mindenséghez. Ezt próbáltam saját életemben és művészi, képzőművész munkásságomban is kifejezni. Az első munkáimat stációknak neveztem, az úton levést, a be nem fejezett utat jelezve. Azt tartom szem előtt, hogy mi a dolgom nekem itt. Van egy sarka, pont el volt törve. Miért vagyok itt, miért helyeztek ide, miért pont ebbe a környezetben, miért pont ilyen lehetőségekkel ajándékoztak meg. És ebből én mit tudok továbbadni. Egész vicces, hogy az ember 50 éves korában így profilt vált, és elkezdett videózni. Semmi izgalmat vagy félelmet nem éreztem, pedig előtte hülye vagyok én. Én 50 éves koromban itt most ott végig csúszok, mászok a földön, és valami olyan természetesen jött, hogy semmi problémám így nem volt. Olyan szép dolgokat csinált, virágot szedett, csokrot csinált, és hát voltak ezek a gyönyörű ilyen, biztos tudjátok, a szalmavirág, ilyen szép lilaszínű virág, azt csinálta, hogy egy nagy koszorút font, és rátettük a tehénnek a fejére, a szarvára, és akkor úgy szaladt, és mindenki mondta, hogy no, Ilon néni, megbolondultak az unokái. Én már gyerekkoromban rajzoltam a nagyanyám pongyoláinak a mintáit. A virágok azok gyönyörűek voltak, tehát a virágokat rajzolni kell, vagy leszedni kell. És... gyönyörű virágmintás ruhákat, aztán soha nem vettem föl. Hiába vagy sokaságban, magadban vagy, és rendezed a gondolataidat a fentiekkel. A sámán dobon keresztül megtalálta a marha belet. Kicsit azt megmutatva, ami belül van, azt én kifordítom, megmutatom, és ennek aztán rengeteg vetülete van, rengeteg értelmezése van. Én akkor csak erre gondoltam, hogy ezt a nagyon idegesítő és állapotot, ezt valahol megmutatni, ami belül van az emberekben. Körülbelül 80 óta készítek installációkat. Mindig ugyanazzal a témával foglalkozom, az elmúlás, az élet és az újrakezdéssel, és ehhez kerestem anyagokat. Nem csak, hogy használom ezt a belet, van egy ilyen fontos része, hogy én ezeket mosom, nagyon sokszor át kell mosni, hogy tiszták legyenek. Ez a tisztítási folyamat, ez része az én munkámnak, amely ugyan nem reprezentálódik ott, amikor én kiállítom, de benne van. Ezekre a felnagyított, majdnem raszterekben szétesett fotókra helyeztem ostyákat, az ártatlanságnak a jelképeit, mert az maga a szeretet, mert én úgy érzek minden kisgyerek iránt, és ezeket üveglap közé helyeztem, és újra, mint a védelemként bepójáltam őket. Nagyon szép az egész. Nagyon gyönyörű. A lábmosás. Hát egyszerűen egy csoda. Az egyik legszebb munkája. Ismeritek a megterített asztalt, a kihűlt tálak közeit, jól tudjátok mindjárt a leckét. Mire gyűltetek össze hát?